Sokan sietve érkeztek hétfő reggel a szekszárdi Babits Mihály általános iskolába, itt ugyanis már 3:48-kor megkezdődött a tanítás. Május 10-én azonban már nem csak az alsósoknak szólt a csengő, ezen a napon a felsősök is visszatérhettek a jelenléti oktatásra. Többen várták, hogy újra jöhessenek. A haverok miatt, az osztály miatt, meg hát a tanulás miatt is. Más felsős diákok a digitális oktatást élvezték jobban. Szabadabb volt. Úgy nem voltunk nagyon, nem kellett írni. Jó, kellett, csak nem írtam. Meg hát azért mégis otthon voltunk. Az iskola igazgatója azt mondja, várták már, hogy újra élettel teljen meg az intézmény. Közeleg az év vége, így ez az időszak egyébként is a jegyek lezárásáról és a számonkérésről szokott szólni. Idén mindemellett a tanulmányi lemaradásokat is be kell hozni. Ezen túl a nevelés területére is nagy hangsúlyt szeretnének fordítani, fogalmazott Botos Ilona. A tanmenet az nem igazán a digitális oktatásra készült, tehát új feladatok is vannak, amit tanév végéig ebben a rövid időszakban el kell végezni. Hát igyekszünk ezt úgy megtenni, hogy a tanulók azért ne legyenek túlterheltek, de nyilván oda kell tennie magát mindenkinek, a tanulónak is, a szülőknek is, és hát nyilván az iskolának, a pedagógusoknak is. Jó hangulatban telt a 8. osztályosok első német órája a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. A diákok a hosszú idő alatt megszokták a digitális oktatást, de várták már, hogy visszatérhessenek. Most már sokkal jobb, hogy így visszajöttünk. Tanulás is meg lehetett szokni, de azért jobb így élőszóban látni a tanárokat, könnyebb így, hogy kérdezhetek, és így azért egyszerűbb. Az intézmény vezetője úgy nyilatkozott, látható volt a diákok lelkesedése, hiszen szinte mindenki már 3:45-kor megérkezett az iskolába. Hozzátette azt is, fontos volt, hogy erre az utolsó, kicsit több mint egy hónapra visszatérjenek a tanulók, hiszen az online oktatás nem pótolja teljes mértékben a jelenlétit. Egy jó képességű gyermek esetében, aki kiismeri magát, és aki tudja, hogy az új ismereteket hova kellene beraktározni, ott az online oktatás az teljesen rendben van. Egy olyan kisgyereknél, aki már nehezen igazodik el az új ismeretekben, és a régiek sincsenek teljesen logikusan a helyén, ott a hiányosságokat tovább növeli. Tehát épp ideje volt visszajönni. Ezek a felvételek már a Dombóvári I. és Gyula gimnáziumban készültek. Ide mintegy 500 tanuló tért vissza a hosszú kényszerszünet után. Szerintem az iskolának megvan a saját hangulata, hogy milyen itt lenni, és ez hiányzott. Szenyéri Zoltán intézményvezető azt mondja, a következő időszak nem elsősorban a tudásanyag bepótlásáról fog szólni. Én arra számítok, hogy egy kicsit a közösségek újraépülnek. A gyerekek egy kicsit újra megismerik egymást, egymásra találnak, meg tanár-tanár-diák kapcsolat is egy kicsit újra kiegyensúlyozottá válik. Én hiszek benne, és szeretném, hogyha, ahogy a miniszter úr is a mai köriratában megfogalmazta számunkra, hogy ez ne csak a dolgozatokról szóljon meg, a felelésekről, hanem arról, hogy egy kicsit a iskolai életbe mindenki visszarázódjon. Az iskolákban továbbra is kötelező a lázmérés, a fertőtlenítés és a távolságtartás, a maszkot pedig a közösségi terekben fel kell venni.